Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos napot szeretnék kívánni. A most következő videónkban pedig olyan cukorkákat fogunk megtekinteni, amelyek képesek megölni minket. Hogy tessék? Ilyenek vannak? Még életemben nem hallottam ilyenekről, ezért is lesz extrán érdekes számomra ez a videó. De hát azt írja még nekünk a címünk, hogy ezek a cukorkák be vannak tiltva. Hát biztos, hogy nem véletlenül. Hogyha egyébként örültek ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Na de én már rettentően várom. Szóval akkor kezdjünk is bele. Top 10 bannolt cukorka, amelyek meg tudnak ölni. Eléggé biztató, de jobban belegondolva, minden cukorka meg tud ölni, hogyha mondjuk félrenyeled. Erről jut eszembe, ez egy rég elfelejtett emlékem volt. Én egyszer majdnem meghaltam amúgy, mert ilyen rágos cukorkát egészben lenyeltem, és elkezdtem tőle fulladozni, de nagy szerencsémre jött nagymammer, és megmentette az életemet. Ez totál kiesett nekem. Pedig akkor brutálisan nagy sokban voltam, hogy ennyi egy élet. Hogy mit csináltok? Van egy ilyen cukorka, amit konkrétan egy fecskendő inspirált, és neked pedig a fecskendőből kell kiszívnod a cukorkákat. Hogyan adhattak ki egy ilyen cukorkát gyerekeknek? Az a neve, hogy hippi-szippi. És akkor tolja itt nekünk, hogy ez bizony a drog kultúrát népszerűsíti meg minden, mert a gyerekeket rá szoktatja a drogra. Ez az egész nem csak bele van magyarázva, meg bele van látva. Nem hinném, hogy a készítőknek ilyen hátsó szándékaik lennének. Aztán ki tudja, amennyi beteg ember van, lehetséges, hogy direkt csinálták úgy ezt az édességet, hogy hajazzon egy tűre, de akkor is mennyire szomorú ez. Bár nem hinném, hogy bármelyik gyermek is arra reflektált, hát azt sem tudják konkrétan, hogy mégis mi az. Nem ez miatt lesz valaki drogfüggő. Na hagyjatok békén, be van tiltva a Kinder tojás, hogy lenne betiltva? Lehetséges, hogy a Kinder tojásnak volt valami régi előző verziója, amelyet betiltottak, de amúgy egy brutálisan nagy találmány. Hogy édesség is, meg egyben játék is. Hát ki van maxolva konkrétan minden inger küszöb ezzel. Aha, volt egy törvény, hogy semmilyen műanyag játék vagy bármi nem lehet édességben. Erre pedig, ha jól látom, az volt a kiskapujuk, hogy bizony a Kinder tojásba cukorkát raktak, a Kinder tojásban lévő mostani ajándékot pedig külön csomagolták. Hát kijátszották itt a rendszert, erről van szó. Aha, és akkor itt is látható, hogy teljesen külön van csomagolva. Gondolom, a Kinder elintézte okosba, hogy ez a törvény rejtélyes módon megszűnjön, és tudják gyártani a Kinder tojást. Pont ezt akartam amúgy mondani, hogy biztos, hogy egy csomó gyermek meghalhatott abba, hogy lenyelte ezeket a játék alkatrészeket. És akkor ez miatt rengeteg módosítás történt. Ki tudja, hogy hány ártatlan gyermek életébe került ez, mire kifejlesztették. A tökéletes receptet a játékok elkészítésére. Mi ez a cukorka? Ilyet én még életemben nem láttam. 2011-ben bannolták.
És brutálisan savanyú ez. És ez a videó 2011-es? Vagy ez egy teljesen másik fajtája? Csupán ezt a hosszúkás témát bannolták, hát gondolom... Csak ezt a hosszúkásat... Savanyú alma, rágó rút. Elbuktak a különböző teszteken, és ez az édesség annyira savanyú, hogy konkrétan kárt tehet a kisgyermekekben, illetve a terhes nőkben. Van az a másik brutálisan savanyú cukorka, amelyet ettem is videóban, azután nekem nagyon, de nagyon megfájdult a fejem, meg rosszul voltam. Hát nem csodálom, hogy nagyon, de nagyon káros ez. És akkor ezt a verzióját teljesen betiltották, és minden egyes boltból ki is vonták. Már attól a nyálom elkezdett így összegyűlni a számban, hogy láttam ezeket a személyeket, akik ezt eszik. Jön is a hetes, aminek Trolli Roadkill a neve. Egy cukorkának miért van benne a nevében, hogy kill? Várjatok már! Minden egyes cukorka állati tetemeket ábrázol? Amelyeket elütöttek, és azért roadkill? Ne csináljátok velem, kérlek, mondjátok azt, hogy én csak belelátom ezt. Ne! És de, mégis ki az a beteg állat, akinek eszébe jut halott állatokról mintázni gumicukrokat? Egy éven keresztül ment a gyártása, majd pedig az állatvédő szervezetek elkezdtek tiltakozni, és betiltották ezt a gumicukrot. De komolyan, mi volt a fejükben? Meg ki volt a célközönség ennek az egésznek? Na ez, meg mégis milyen cukorka? Nem hinném, hogy ez is savanyú. Ez nem az a nyalókás téma, amelyet bele kell mártogatni cukorkába? És a nyalóka ugye valamennyire savanyú, a cukorka pedig brutálisan édes, és ennek a kombója ilyen bomba a szádban. Hogy mit csinálsz? Ezt a cukorka port egy csomóan elkezdték felszipákolni. Miért? És ezért betiltották? Hát egyáltalán nem az az eredeti célja. Hát de konkrétan akkor bármit betilthatsz, egy sima cukrot is betilthatnál, vagy egy sót, mert fel lehet szívni az orrodba, de normális ember nem tesz ilyet. Hát szerintem azért bőven másfajta dolgok is állhattak a háttérben. Betiltották a cukormentes Haribót. Most amúgy lehet kapni? Hát de miből van az amúgy akkor? Szeretnénk tudni. A substance that's almost as sweet as sugar, but contains half the calories. Its main ingredient is Mondja nekünk, hogy mégis miből állították elő cukor helyett, valami fura anyagból, ebben fele annyi kalória van, mint a cukorban, de egy csomó ember rosszul lett tőle. És írta is a csomagoláson, hogy bőven benne van a pakliban, hogy a hasadnak esetleg baja lesz tőle, de ez is tipikusan szerintem olyan, hogy 1000 emberből mondjuk 5 darab embernél jött ez ki, és azért lett betiltva. Ugyanis, ahogy láthatjuk itt az értékeléseket, egy csomóan 5 csillagot adtak rá, és nagyon, de nagyon kevés. Egy csillag volt. Felrobbanó rágó! Léteznek ilyenek?
Hát miket meg nem tudok? De hogy? Felfújod, és akkor robban egy hatalmasat, vagy mi? Várjatok, nehéz egyszerre beszélni, meg fordítani, szóval egy kicsikét visszatekertem. Jól hallottam azt? Egy ukrán diák belehalt? Milyen rágó az? On this occasion, however, he used the wrong powder and instead dipped it in explosives. All it took was one chew and his gum exploded, his jaw and most of the lower part of his face were blown clean off. Ha jól értelmezem, valami teljesen másik porba rakta bele azt a rágót, nem pedig abba, amelyet a gyártó adott hozzá, és ennek köszönhetően, mivel nagyon, de nagyon érdekelte a gyereket a kémia, ezért ennek a pornak hatására, amelybe belerakta, és amiután elkezdte rágni, amikor felfújta a rágót, akkor teljesen lerobbantotta az állkapcsát meg mindent, és belehalt a sérüléseibe. De akkor ez egyáltalán nem a rágógyártónak a hibája. Bármilyen rágóval csinálta volna ezt, ugyanúgy belehalt volna, ezért egyetlen egy rágófajtát sem tiltottak be, ugyanis itt a csávó volt felelőtlen, és bizony, sajnálatos módon ez az életébe került. Na de nézzük is a következő cukorkánkat, amelyet betiltottak. Annyira szomorú ez az egész. Milyen nyalóka ez? Ilyet én életemben nem láttam. Nem már! Ezek konkrétan... pipák szinte! És akkor oda be tudod helyezni a dohányodat, vagy bármidet, és azon keresztül el tudod szívni, és ezt gyerekeknek tervezték. Hát de ott konkrétan a műanyagot is égeted meg minden. Ez brutálisan nem egészséges. Teljesen betiltották ezt a cukorkát, de szerintem ezt egyáltalán nem is gyermekeknek kezdték el forgalmazni, hanem alapból felnőtteknek. Hogy tessék, teljesen be van tiltva a cukorkarágó? Hát én még 8 évesen nagyon is vettem, mert attól függ, értitek, hogy hol van betiltva. Bárhogyha így belegondoltok, azért eléggé népszerűsítheti a dohányzást, de akkor sem hinném, hogy bárki is azért fog dohányozni mondjuk felnőtt korában, mivel gyerekként cigirágózott és azokat rágta, de mennyire valósághű doboza volt már annak, amelyet kibontott. Az enyémnek ilyen kis vidám rajzfilm karakteres doboza volt, nem pedig ilyen durva. Na és akkor ezzel zárult le a videónk. Hát rettentő érdekes volt, és egy csomó újdonságot megtudtunk. Remélem, hogy nektek is bejött ez az egész. Hogyha igen, és szeretnétek a közeljövőben hasonló videókat, akkor csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt, oda is kérlek iratkozzatok fel. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb videómban. Addig is, szevasztok!